Hát ez a műsor azért arra is jó, hogy néha ebből a komfortzónából kimozgassuk a szülőket, és a párizsi kenőmájas krémsajt háromszögből azért valamerre elmozduljon úgy a szülő, hogy ne azt érezze, hogy mondjuk anyagilag sokkal rosszabban jár. Így van. Az egyik legnehezebb kérdés mindig az egy családban, hogy amikor a gyereket iskolába küldjük, bocsátjuk, akkor mit tegyünk a kenyér közé a szendvicsben. Ugye az is cél, hogy ne kenődjön össze a szalvéta, tehát azért hordozható legyen. És a legegyszerűbb megoldás, a legkézenfekvőbb sokak számára, ugye az a sajt, a párizsi, a kolbász, a szalámi, az ömlesztett áruk. A legtöbb család, én is a gyermekkoromban így nőttem fel, hogy rögtön elővettem a kenyeret, rá a margarint, rá a párizsit, és paprikát, és rögtön a szalvétába. De ennél van sokkal jobb megoldás, mivel ezek a termékek, és ezt már a szakma is állítja is erről publikálnak, hogy ezek nem tartalmaznak megfelelő mennyiségű B-vitamint. Ásványanyagokat, cink, réz, kálcium, magnézium. Tudjátok, hogy a gondolkodáshoz szükség van kálciumra, foszforra, de a párizsiban nincs. De csak gyorsan. Fejér kenyérben nincs. Tucat párizsban, nagyjából mi van? Vágóhidi melléktermékekből készül. Egyszerre csak valaki rájött, hogy azért ebből is lehet pénzt csinálni, nehogy már kidobjuk, nagyjából így lett a párizsi. Így van. Ezek környezetre veszélyes anyagok egyébként, olyan szempontból, hogy vértartalmúak, szerves hulladékot tartalmaznak. Azonnali halált nem okozó termékek, természetesen ezt szoktam mondani kicsit viccesen. Nyilván ezek tartós termékek, füstölt, pácolt húskészítmények. Tehát a vágóhídi melléktermékekből nyilván azt a részt, ami nem fogyasztható, azt ugye átválogatják, azt eltávolítják, és az ilyen bőr, bőrke, csont, ízületek, inak, ezekből megfelelő gépekkel, magas hőmérsékleten és nyomáson, megfelelő szivattyúkkal és berendezésekkel az ipar szilánkmentes csontpépet tud készíteni. Ugye régen a cipészek használták ezt a csontenyvet, és lényegében ez tisztítva, tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy azért ezt tisztítják, sok-sok eljáráson végigmegy, és végül részben a háziasszonyok számára a tortazselé készül belőle, ugye a híres zselatin. Másrészt egy jó része belekerül a párizsiban, belekerül az ömlesztett hústermékekbe, a húspép mennyiségét lehet csökkenteni, és ezt a vágható zselét, ezt a kocsonyát, ezt belerakják, fölfőzik, majd visszahűtve, teljesen szilárd halmazállapotú, vágható párizsi lesz. Hú, gyerekek, azért ezt emészszük meg egy pillanatra, nem? De ez joghurtokba is kerül a zselatin. Nézzétek meg, az olcsóbb joghurtokban nem pektin van, hanem zselatin. Tehát azzal lehet nagyon olcsom ilyen állagot létrehozni, zselés állagot a gyümölcs helyett. És sokszor egyébként a szülő azt hiszem, hogy talán nem is tudja, tehát nem azért veszi, mert hogy az a legolcsóbb. Persze nyilván, aki anyagi megfontolásból, azon az ember sokszor ugye nem tud segíteni, sajnos. Gondoljátok meg, a párizsit megveszed, szeleteled, nem folyik, nem csurog. Végülis azt hiszed, hogy hús van benne, még fehérje is van benne, kenyérre tehető, tök egyszerű az egész. Én azt nem értem, bocsánat, hogy közül szólok, hogy ez 30 éve valakin átment, és ebből született egy törvény, hogy azon miért nem módosítanak, és miért nem mondják azt, hogy most már ezek nem kerülhetnének kereskedelmi forgalomba. Azért, mert ha törvényt hozol erre, akkor a húsipari résztvevő egy része kilép a piacról, vagy átmegy egy másik országba, most magunk között mondom. Tehát a saját gyerekeinket mérgezzük ezzel? Nem, mert nem mérgezzük, tehát ugye hatóságilag szakmai szinten ebben nincs méreg. Ez egy teljesen fogyasztható élelmiszer, és az élelmiszertörvény az nem mondhatja, hogy a termék legyen minden szempontból egészséges. Azt mondja az élelmiszertörvény, hogy nem lehet benne egészségre kifejezetten és bizonyíthatóan ártalmas, veszélyes anyag. Ebbe pedig a párizsiban kvázi nincs. Uh-huh. A nitrites pátsó merül föl, de szakmailag ez a mennyiség olyan kicsi, hogy ha eszel hozzá némi C-vitamint, akkor a gyomorrákkal nem kell számolni. Tehát csak arról szó, idézőjében csak egy kedves. Ha eszel hozzá C-vitamint, nem kell a gyomorrákkal számolni. Ezért tesznek bele aszkorbinsavat többek között, gondolom, és emlegesítjük a testet, erről beszéltünk. Igen. Nincs ember az országban, aki ne tudná, ugye a párizsivel kapcsolatban volt a legtöbb ilyen mendemonda. Ugye most már rákcsáló, meg papírdoboz, meg egyéb ilyen hulladék nem nagyon kerül bele, nem jellemző, mert vannak ugye minőségügyi rendszerek. De ha megnézitek azért a csomagoláson, tehát ugye a válasz a kérdésre, amit Balázs föltettél, hogy miért nem szabályozza a törvény. A törvény azt szabályozza, hogy a csomagolásra rá kell írni, hogy a termék főszabályként mit tartalmaz. Tehát a kezedbe veszed, és elolvasod. De hogyha olyan hűtőpultból veszed a párizsit, ahol csak egy kis, mibe is rakják, ilyen kis papír valamiben rakják, ott nem tudod, hogy mi van benne. Ezért érdemes csomagolással együtt vásárolni terméket, mert azon rajta van. Tudom, hogy erre azt mondják esetleg a kedves hallgatók, hogy hát azt írnak rá, amit akarnak, azért a törvény ilyen szempontból viszont szigorú. Viszonylag szigorú. Tehát amikor felszeletelve látsz
parizert, akkor azt neved meg, mert azt még ellenőrizni se tudod, de legalább a csomagolás legyen meg. Igen. Egyébként meg hozzátéve, hogy van egy-két hentes, aki már csinál normál minőségűt, hát csak az 2000 fölött van ki. Ah, igen, ezek a pulyka párizsi, vagy pulyka parizer, ami már egy kicsit több húst tartalmaz. Hát erre mondtuk az, hogy sűssünk le, amit hiszen Feri csináltál, és a múltkor is sokan keresték is a neten. Hoztál egy másik érdekességet, magyaró ízű kakaós krém, hát ezt is érdemes azért a szülőkbe beleütni, hogy ami ízű, málna ízű szörp, magyaró ízű krém, az már ugye komoly hamisítványnak így számít. Amikor bejött az autentikus, eredeti, hiteles magyaró krémek bejöttek Magyarországra, akkor is már megszóltuk, mert ugye jó része kakaó volt, és tejpor volt, és zselésítőanyag elszám, de ennek is megjelenik tehát az amúgy sem túl egészséges terméknek a silányított formája. Ezek a magyaró ízű kakaós krémek. Ezek kerültek be most nem túl rég a boltokba, és ha megnézitek, akkor a magyaró ebbe 2%, szemben mondjuk a 12-15%-os magyaró tartalmú eredeti krémekkel, és szójalisztel, esetleg búzagluténnel, vagy normál gabonalisztekkel váltják ki a magyarót. Tehát 1-2% magyaróval, tejporral, tejsavóporral, margarinnal, tehát hidrogénezett növényi zsírral, és valamennyi kókuszsírral is operálnak, mert a kókuszsír keményé teszi, szilárdá teszi a terméket. Az érdekesség az, hogy én nézem az üzletekben, és fogynak ezek a termékek. Most mondhatnánk, hogy hát hiába gyártják, úgyse fogják az emberek megvenni, hiszen elolvassák, fogynak olcsóbbak. Szerintem még sokan csak el se olvassák. Ha megkóstolod, ugye túl van cukrozva, vaníliázva, azt mondja erre egy szülő, hogy hát olcsóbb, rákennem a kenyér, a gyerek ezt is megeszi. Érted? Tehát sajnos ez a fogyasztói tudatosság, ez hogyha kicsit erősödnem, hogy ne csak azt számítsam, hogy a gyerek ugye nyár van, mindegy, valamivel megkenem, hadd egyel, majd hízik tőlem, majd jól lesz, úgyis egy picit megvédve őket. Alapvetően az elsőleges szempont, ugye azért ez nem kifejezetten tápláléknak veszi az ember, nem azért, hogy jól lakjon vele a gyerek, hanem hogy ízesítse vele a palacsintát, vagy egy kis szelet kenyeret, valami, tehát egy uzsonna jelleggel, vagy hogy kihúzza vele ebédig, vacsoráig, stb. Nyilván ilyenkor az elsőleges szempont, hogy valami kakaós, valami édes, valami csokis, valami mogyoros legyen. És azért hasonlítsuk össze árban mondjuk a prémium minőségűeket, mondjuk a klasszikust. Az érdekesség kedvéért azért fogok nektek hozni később majd házi készítésű magyarókrémet. Hát el is várjuk. Diókrémet. Abba is lehet tenni karobot, Szent János kenyérmaglisztet, vagy akár házi csokoládét lehet bereszelni. Tehát sok mindent lehet csinálni házilag, és nem sokkal több idő. A májkrém. Hanem van mindegyik kiperben ez a hentes pult, ahol ugye ezeket a borjumájas, nem tudom. Kenőmájas dolgokat veszed műbélbe. Arról szintén mit mond a szakma? Nagyon-nagyon. Igen. Nagy baj? Igen. Szerintem igen, mármint a máj. A máj. Az emberek az a baj, Balázs, hogy sikerült megtalálni az állatoknak azt a szervét, ami az összes szervezetükben lévő méreg. Így hát a máj méregtelenít. Ennél rosszabbul nem is járhatnánk el, mert ez az egyetlen olyan szerv, ami nyilván nem tárolja az összeset, hanem igyekszik lebontani. De amikor az állatot levágják, ugye a stressz hormonok és sok minden méreg halmozódik, azt a máj még begyűjti. A lényeg az, hogy a májra hízlat libák, a májra hízlat sertések állatok esetében a májban azért lehetnek súlyos allergének. Nem mondom, hogy mérgező, de ma már fordult a bolygó, és azt mondjuk, hogy a májat nem olyan, egyáltalán nem és olyan. És egy ilyen házi májkrémet se? Tehát lemegy az ember egy ilyen olyan boltba, ahol azért ilyen kézműves termékek vannak, és ott van egy jó házi májkrém. Ugye a májban azért azt mondják, hogy ha azt megpirítod, megsütöd, azért abban sok vas van, vagy mit tudom én, tehát hogy néha lehet egyáltalán. Hát ez Balázs pekhed van, mert engem kérdezel, és én nem javasolom. Májat semmiképpen nem javasolom. Mindenféleképpen javasolnám, mert isteni fiú. Tudom, igen, ugyanakkor jó, de hogy tehát ritkán. Nézzétek, ha már hús, akkor ott van a hal, ott van a pulykamel, a csirkemel. Jó, de leszámítva azt mondjuk, hogy májról mit mond a szakma, hogy az mondjuk valóban méregtelenít. Maga a májkrém az is egyfajta mellékterméke a húsiparnak, tucat májkrém is párizsi szintű, leszámítva mondjuk a jobbakat? Igen, gondolkodom, hogy hány százalék a máj a májkrémben, de ugye az is krémesített. Minden, ami krémesített termék, az ugye már az már más. Ugye ahhoz már lehet adni adalékanyagokat. Ízfokozót? Nem tudom, hogy van-e kézműves máj, vagy ilyesmi. Nem a házi májkrém. Házi májkrém. Biztos, hogy jobb. Ettől függetlenül biztos, hogy annyiban jobb, hogy az állatot más takarmánnyal vagy mással etetik, de alapvetően a máj, mint detoxikál, mint méregtelenítő szerv, az ott marad. Úgyhogy emiatt én azt mondom, hogy egy olyan országban, ahol majdnem minden második ember
allergiás. Egy ilyen országban a máj adása szerintem az kockázatos, abszolút kockázatos. Ráadásul az állat hordozhat ugye olyan vírusgéneket, egyebeket, én most ebben nem merek belemenni, amiket kiválaszt a szervezete, szóval ez ilyen időzített bomba kategória. Mm-hmm. Akkor ne egy éve sepecsenyit sem, meg ne egy hurkát, szerintem meg kolbászt, mert hogy az meg a belébe van bele. Nyilván lehet, szerintem itt a mértékletességről van szó, hogy mondjuk ne egyen minden másik nap a gyerek májkrémet, mert akkor az nem biztos, hogy jó. Én magára a termékre most a májon kívül voltam kíváncsi, hogy mennyire egyfajta húsipari. Én vegaként mondom azt, hogy a kenőmájas nagyon finom volt nekem annak idején, de most szóval persze, de nem azért nem ezen. Allergizál, magas a vértartalma, magas a koleszterin tartalma, kifejezetten a szervezetben ugye a húgysavat képez, ízületi problémák, fejfájás, bérrendszeri problémák, vastagbél problémák, abszolút. Jó. Összefüggnek. Azért érdekes, amit mond a Gábor, mert én közben folyamatosan harcolok a védőnővel, aki azt mondja, hogy eszik elég májat a gyerek, és hogy hetente legalább kétszer egyem. A helyzet az, hogy a védőnő tanácsa az régen még megállta volna a helyét, de fontos tudni, hogy mivel dolgoznak az állatok tenyésztésekor, tehát előfordul, hogy megelőzés jelleggel gyógyszereket kapnak az állatok. Most képzeljétek el, hogy a gyógyszereket ugyan máj bontja le. Az állatvágás akkor a gyógyszerek és annak a különböző anyagcsere termékei és lebontási termékei a májba kerülnek, májban maradnak. Hogy mondjuk egy másfél éves gyerek hogy reagál egy ilyen májra? Befulladt tőle, aszmatikus rohamot kap tőle, anafilaxiás sokkot kap tőle, vagy hasmenése lesz. Szóval ahhoz, hogy májat javasoljon valaki, ahhoz azt is tudnia kell, hogy mi van abban a májban, és ezt jelenleg 2014-ben nem tudjuk. A régi máj talán más volt, a falusi máj talán más volt. Én azt mondom, általában a májjal nekem problémám van, de ma már olyan sok készítmény kapható, amiben van D-vitamin, van B12 vitamin, van vas. A mai világban azért antibiotikummentesen is hozzá lehet jutni. Uh-huh. Nem mondom, hogy most étrendi kiegészítőkön kell élni, de van jobb megoldás, mint a máj. Kis gyűlöletet érzek az irányodból a máj felé. Nekem két főgyerekem van, egy 5 és egy 4 éves, akik gyakorlatilag világéletükbe ettek májat, még mind a kettő él. De Feri, senki nem azt mondja, hogy meg fognak halni. Jó, csak most azért szerintem ezt a félreérted. Nem azt mondta, hogy a májat eszel, akkor meghal a 4 éves gyereket. Az anafilaxiás sok. Azaz, anorexiás sokot. Nem. Tehát ez nem azt jelenti, hogy én is adok májkrémet bennek, de ez nem azt jelenti, hogy egy év múlva halottak lesznek. Tehát nem erről van jó, szó. Jó, én értem, csak ugye itt az volt, hogy hasmenése van, sokkot... Lehet. Létrehozhat hirtelen reakciót egy atópiás, allergiás családban, és létrehozhat hosszú távú reakciót, mm-hmm. egy bélrendszeri vastagbél, egy egyéb tüneteket, mm-hmm. igen. Jó, tehát figyeljünk, oda vigyázzunk. Szerintem ezt mindig jó tudni, aztán eldöntöd, csak tudja. Jó, nem? Jó, csak azért mondom, hogy ne csak az egyik oldal legyen benne, hanem legyen az is benne, hogy azért túl lehet élni, mint ahogy a Benny is eszik májat, azt semmi baja. Futsz alatt. Figyelj, szerintem a gyerek fölnő úgy, hogy párizsi teszik. Úgyis mi is fölnőttünk. Csak ha tudod, ki tudja, mi raktározódik el a gyerek szervezetébe, ki tudja, mi rakódik le, ki tudja, mennyi feladatot ad a szervezetének, hogy semlegesítsen, mirektelenítsen. Hát főleg egy gyerek szervezetet, hát az ember meg tudja kimélni, meg kiméli. Aha. Magyarországon, ha megnézitek, európai viszonylatban a legrosszabb az egészségi állapot. Most túl azon, hogy azonnali halált nem okozó termékekről beszélünk, de az egészségi állapot hosszú távon. Itt most ugye arról is beszélünk, uh-huh. hogy hogyan javítsuk a nemzet egészségét. Igaz, de mondjuk én gyerekkorban rengeteg májat ettem, és hát látod, milyen szép szál derékleginnek. Igen, de most már nem eszel. Hogy megnyúltál? Hallod, érted. Igen, és itt az a fontos, amit mondasz, hogy nyilván azonnali halált persze egyik sem okoz, amiről te mindig rosszat mondasz, de ha valóban megnézzük azért a magyar egészségügyi statisztikákat, hát megdöbbentő. És nem, hogy javulás lenne, folyamatosan romlik az állapot. A szabad hozzátenni annyit, hogy ha valaki rákbetegséget kap, legtöbbször keresi az okát, biztos, hogy keresi, hogy vajon mitől mi okozhatta. Soha senki szakember, orvos neki ezt nem fogja tudni megmondani, hogy mitől lett neki vastagbélrákja. Nem. Tehát egyszerűen olyan sok tényező van a forgalomban, hogy nem tudja senki megmondani. Tehát egyetlen megoldásunk van, hogy ha lehet, minél több lehetséges tényezőt kiiktatunk. Uh-huh. Tehát engem meg lehet ítélni, hogy egyáltalán nem igazolt, hogy mondjuk ebben a mogyoróízű krémben lévő anyag rákkeltő. Nem igazolt. De nem kizárható, hogy más anyagokkal együtt bizonyos elszámok rákot okoznak, és ezért a cél a megelőzés, hogy kiveszem, kiiktatom, és akkor kisebb az esély egy traumának. Tehát nekem ez a szemléletem. Igen, hát arra a kérdésem, hogy azt mondtad, hogy miért nem tiltják be ezt vagy azt az elszámot, mert nem bizonyított. Viszont ezek az elszámok statisztikailag a különböző termékekből ugye összeadódnak a szervezetbe, és olyan toxikus anyagokat kelteni, meg olyan toxikus anyagok halmozódnak föl, ami aztán viszont nem biztos, hogy túlságosan szerencsés. De egyértelműen soha senki tényleg nem fogja tudni megmondani. Igen, hogy minden szervezetben
minden szervezetben más a koktélhatás is. De amikor 5-6-8-10 elszámot együtt fogyasztasz, még azt sem mondhatom, hogy minden szervezetben azonos robbanó elegyet képez, egyáltalán nem. Tehát a kémiának olyan különleges lehetőségei és szabályai vannak, hogy nem bírod, tehát nem bírsz felállítani egy modellt rá, hogy mi fog történni a szervezetedben. Ezt nevezem annak, hogy zavarosban halászás, az élelmiszeriparban sok vagy több résztvevő ezért forgalmazhat bizonyos élelmiszereket, mert soha senki nem fogja betiltani az ő élelmiszerét, mert nem fogják soha igazolni, hogy 100 emberből 80-től rosszul lesz. Nem fogják igazolni. Lehet, hogy 10 rosszul lesz, és közötte lesz az én vagy a te gyereked, de soha senki nem fog elnézést kérni. Ezt nem teszik meg.